Évekre eltűnt, majd most újra előkerült az emlékkő, amelyet 2004-ben állítottak a vasfüggöny átvágásának 15. évfordulójára Sopronban. A soproni szocialisták itt szeretnék létrehozni az emlékparkot Horn Gyula tiszteletére. Itt készült ugyanis az egyik leghíresebb kép róla. 25 évvel ezelőtt itt még nem tudtam volna átsétálni, hiszen Magyarország és Ausztria között itt volt a vasfüggöny egyik utolsó darabja. A két külügyminiszter, Alois Mock és Horn Gyula 1989 nyarán együtt vágták át az utolsó darabot a két ország között. A szocialisták azt szeretnék, ha jövő nyárra, vagyis a 25 éves évfordulóra elkészülhetne az új park, ahol többek között a vasfüggöny egy darabját és az őrházakat is szeretnék bemutatni. Fontos lenne, hogy Horn Gyulát meg emlékét megőrizzük, hogy egy olyan pontot tudjunk biztosítani részint a kerékpározóknak, akik ezen a nemzetközi bicikliúton haladnak, ahol meg tudnak pihenni. Ez a férfi ott volt, amikor a két ország között megnyílt a határ, így örülne, ha elkészülhetne az emlékhely. Végül is itt kezdődött el az országok közötti szabad átjárás, én azt hiszem. Tehát azért tartunk most a jelenleg ott, ahol tartunk az Európai Unióban, mert ugye ez megtörtént. Szerettük volna megkérdezni a soproni polgármesteri hivatal képviselőit is, támogatják az ötletet. Ők azonban adásunkig nem nyilatkoztak.